újabb jelentős útfejlesztés, elindult a Gyula és Kétegyháza közötti útszakasz felújítása. Közeleg a húsvét, egyre többen látogatnak ki a Békéscsabai piacra is. Megfogyatkozva is győzött a BRS-e, a csabai lányok bejutottak a bajnoki döntőbe. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Eddig 2.011.000 fő kapta meg legalább az első vakcinát, ez a magyar lakosság 20,5%-át teszi ki, ismertette az országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Müller Cecília közölte, hogy az oltási program továbbra is zajlik, a héten az óvodai és az iskolai pedagógusok oltása kezdődik meg. A vakcinák hatékonyságáról is szó esett, az idős otthonok tekintetében ugyanis két időszak statisztikáit vizsgálva kedvezőbb eredmények születtek a kampányszerű oltást követően. Márciusban 96%-kal kevesebb új koronavírus fertőzést regisztráltak a gondozottak körében, és 92%-kal kevesebbet a dolgozók körében. Óriási számok ezek, miközben Magyarország területén a két időszakot összehasonlítva összességében 38%-kal nőtt a fertőzöttek száma. Folyamatosan növekszik az oltásra jelentkezők száma Békésben, jelentette be a megyei tisztifőorvos kedden. A vakcinák beadása húsvétkor is folytatódik, az oltópontok az ünnepek alatt is működnek. A közigazgatásért felelős államtitkár az operatív törzs keddi tájékoztatóján közölte, hogy a beoltottak száma meghaladta a 2 millió főt. Tovább folytatódik a koronavírus elleni oltások beadása Békés megyében. 70 ampulla, összesen 700 fő oltására elegendő oltóanyag érkezett a Békés megyei kormányhivatalhoz kedd reggel. Az AstraZeneca vakcinát főként 60 év alatti és 65 év feletti, leginkább krónikus betegséggel élők kapják meg. A megyében is folyamatosan növekszik a regisztrált oltandók száma, nagy az oltási hajlandóság. Napi munkák során is számosan keresik meg a kormányhivatalt annak érdekében, hogy milyen módon és hogyan tudják felvenni ezeket az oltóanyagokat. A beoltottak száma átlépte a 2 millió főt. Erről már a területi közigazgatásért felelős államtitkár beszélt az operatív törzs keddi tájékoztatóján. György István úgy fogalmazott, hogy az oltások ütemét csak a szállítmányok érkezésének üteméhez tudják igazítani. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy mind a házi orvosi praxisokban, mind a kórházi oltópontokon történő oltások folyamatosan zajlanak. Praxisonként országos átlagban 54 fő központi oltóhelyre történő beküldésére van lehetősége a házi orvosoknak. Ezekre az oltásokra a húsvéti ünnepek alatt is sor kerülhet, hiszen az oltópontok a húsvéti ünnepek alatt is működnek. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy szánja rá ezt az egy órát az ünnepből is. A csütörtökön érkezett AstraZeneca szállítmányból 20.300 adagot juttattak el 2030 háziorvosnak, akik az egy-egy ampullából 10-10 főt tudnak beoltani. Az államtitkár kiemelte, hogy a járvány harmadik hullámának felszálló ágában nem csak az egyéni, de a társadalmi felelősségvállalás is fontos a védekezés tekintetében. Az elmúlt években jelentősen elhasználódott az aszfalt Gyula és Kétegyháza között, ami sok problémával járt az arra közlekedőknek. A 44-34-es számú mellékút nagy forgalommal bíró szakasza most közel 4 kilométeren újul meg a Magyar Falu programban. Szerda délelőtt a Magyar Közút szakemberei a projekttáblát helyezték ki a Kétegyháza felé vezető 44-34-es számú mellékút eleki elágazásában. Az építkezés már március közepén elkezdődött, amit a kivitelezők félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás mellett végeznek. Ahogy a felvételeken is látszik, az út állapota az elmúlt években jelentősen megromlott, ezért szükséges a felújítás.
megtörténik a régi leszakadt pályaszerkezetek cseréje. Szükség szerint lokális pályaszerkezet cserét végzünk, illetve kétrétegű aszfaltbukrat kerül beépítésre. A felújítás keretében cserélésre kerülnek az úttartozékok, ezek gyakorlatilag a vezetőoszlopokat, a szalagkorlátokat, a jelzőtáblákat, illetve a kilométeri jelzőtáblákat jelzik. A kivitelezés alelső szakaszon 3 darab buszöböl található, 3 pár buszöböl, ezek felújítása szintén meg fog történni. A két egyházi térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a szakasz egyfajta gyűjti útként funkcionál, mivel a délbékésiek itt közlekednek Gyula és az északi régió felé. Herceg Tamás kiemelte, mivel az úton nagy a teherforgalom, ezért a szakemberek olyan alapot fektettek le, amely éveken át szolgálja majd a közlekedőket. Egy 1,5 milliárdos felújításról beszélünk tulajdonképpen, amelyiknek a nagy része ebben az esztendőben fog megtörténni, és a következő évre egy rövid szakasz megépítése várható, részben Magyarfalu programból, részben terület és településfejlesztési operatív programból vannak finanszírozva ezek a munkák. A második szakasz kivitelezési munkái nyáron, a harmadik 3,1 kilométeres rész felújítása pedig ősszel kezdődhet el. A közvetlenül a két egyháza előtti utolsó 1,1 kilométeres szakasz jövő év tavaszán készülhet el. Gyula és két egyháza között naponta átlagosan 1800 gépjármű közlekedik. Most az első ütemben 3,8 km újul meg. A beruházással várhatóan nyár közepén végeznek. A 7.tv híradóját Hidvégi Dávid tudósította Gyuláról. Piaci körképpel folytatjuk. A húsvéti ünnepek közelettével egyre többen látogatnak ki a Békéscsabai piacra is, de feltehetően a járványhelyzet miatt egyelőre elmaradt a tömeges bevásárlás. A kereskedők egy része ugyan érzi a forgalom csökkenést, de vannak, akik szerint szombaton még sokan látogatnak majd ki. A legtöbben füstölt sonkát, tojást és zöldségféléket keresnek, de a húsvéti dekorációk is népszerűek ebben az időszakban. Láthatóan nagy volt a nyüzsgés szerda délelőtt a Békéscsabai piacon, sokan már a húsvéti hosszú hétvégére vásároltak be. A tavaszias időben többen a friss levegőn vették meg a hozzávalókat az ünnepi menühöz. Ez a férfi például retekért jött ki, szerinte a járvány miatt nem lett kevesebb ember a piacon. Nincs kisebb forgalom, tehát a járvány talán nem úgy hat, mint mondjuk esetleg hathatna, ha olyan erősebb lenne, legalábbis itt Békéscsabán így tapasztalom. Egy zöldségárus viszont azt tapasztalja, hogy a vírus miatt nincs akkora forgalma, mint máskor, bár még a húsvéti hétvége valamennyit lendíthet rajta. Kevesebb vevőre számolunk, meg kevesebb is volt eddig is. Most azért szombatban jobban reménykedünk, így a retek zöldségféle csak megy, de szerényebben vásárolnak az emberek. Talán a vírus miatt is, meg egyébként is a pénztárcájuk talán nem úgy engedi meg. Bent a piac csarnokban leginkább a húspultoknál volt nagy a sor, legtöbben az ilyenkor elmaradhatatlan húsvéti sonkára pályáztak. A választék bőséges, a füstölt sonka átlagos kilónkénti ára 2-3 ezer forint között mozog. Ez a hölgy azt mondja, hogy most nincs értelme annyit vásárolni, mert úgysem tud összejönni a család, ahogy szokott. Minden meg lesz. Csak vendég nem lesz nagyon. Úgyhogy az unokák oda vannak Pesten, most nem tudnak jönni. Úgyhogy sajnos most ez ilyen szegényesebb lesz ilyen szempontból. Húsvétkor fogy a legtöbb tojás az évben, nincs ez másként idén sem. Tapasztalataink szerint egy darab tojás 40-50 forint között kapható a piacon. Ez nagyjából megfelel a tavalyi áraknak, tehát egyelőre elmaradt a nagyobb drágulás. Tojás árán nem igazán volt változás, tavalyi évhez képest ugyanolyan áron mennek a dolgok, mint egy évvel ezelőtt. Kereslet az azért mutatkozik, azért az emberek csak meg akarják tartani méltóan az ünnepet. A piac fenntartója arra hívta fel a figyelmet, hogy aki teheti, ezekben a napokban ne autóval érkezzen a vásárcsarnokhoz, mert a parkolóház építése miatt a helyszínen forgalmi torlódások alakulhatnak ki.
A Békéscsabai Jókai Színházban gőzerővel készülnek a nyitásra, amennyiben a pandémia engedi, új darabokkal várják majd a színházba járó közönséget. Tamási Áron Vitéz Lélek című játékának olvasó próbái kedden kezdődtek el. Én azt szeretném, hogy a színpadon ennek a barkácsolásnak már a jelei láthatóak lennének. Kis József, Jászai díjas rendező instruálja a közel 20 tagú színészgárdát a Békéscsabai Jókai Színházban. A társulat a Vitéz Lélek című dráma első olvasópróbáját tartotta. 30 éve szeretném megrendezni ezt a színdarabot Tamási Árontól, mert amikor először elolvastam, akkor azt éreztem, hogy a lelkem megtelik valami olyan mérhetetlen gyönyörűséggel, aminél nagyobb vállalása nem lehet sem írónak, sem színházi embernek, és szerintem ez a színház lényege. A történetet novella formájában írta meg a szerző 1928-ban Himnusz egy szamárra címmel, s a II. Világháború alatt formálta át derűs, életigelő színművé. Részemről úgy is megalázkodás, hogy a kedvedért idejöttem. Nem megalázkodás. Hát mi a fene? A darab tökéletesen illeszkedik a Csabai Teátrum idei trianoni emlékévébe, hisz a történet a Romániához csatolt Erdélyben játszódik az első világháborút követő időszakban. Nem egy történelmi darab úgy, hogy most mi történik Trianon után, hanem arról szól, hogy kezd új életet egy fiatalember, aki a háborúból hazatért, és semmilyen nem maradt. Se háza, se felesége, se szülei, se hazája, mert ugye ott már Románia van. A dráma a főhős lelki újrakezdéséről, a felemelkedésről, az életről szól. A darabot a főpróbákat követően a járványhelyzet enyhítésekor nézheti meg a közönség. Bejutott az Extraliga fináléjába a Svitelszki Békéscsabai röplabda ese, miután 3-2-re nyert a Kaposvár otthonában kedden este. Tóth Gábor együttese 3 kezdőjátékosa nélkül nagyot küzdött, és több mint 2 órás csatában harcolta ki a döntőbe jutást. Csabai oldalon Glembocki Zóra bokasérülés, a pongyáros Márta Drüpa láz, míg Barbora Kosekova pozitív Covid-tesztje miatt volt kénytelen kihagyni a párharc 4. mérkőzését. A somogyi csapat hamar magához ragadta a kezdeményezést, a kulcsjátékosokat nélkülöző BRS-ével szemben. A sárgamezes házigazda a szett közepén 5 pontos előnyt épített ki magának. A Kaposvár nem lassított, és 25-17-re megnyerte a nyitó etapot. A második játszmát jobban nyitotta a Békés Csaba, és 12-5-re is vezettek. A folytatásban is a BRS-e dominált, amely 25-18-al kiegyenlítette a szettek állását. A házigazda kezdte jobban a harmadik játékrészt, de a lelkes vendégek hamar átvették a vezetést. A végjáték már 18-15-ös BRS előnyből kezdődött. A hajrában mindkét együttes közel állt a sikerhez, mégis a csabai lányok voltak koncentráltabbak, akik 25-23-ra nyerték ezt az etapot is. A 2-1-es hátrányban lévő Kaposvár jól kezdett a 4. játszmában, és 5-3-ra is meglépett. A folytatásban kiélezett küzdelem volt a pályán, majd a hazai hibákat kihasználva a Békés Csaba 3 pontos előnyre tett szert. Ez azonban percek alatt elolvadt, a Diamant előbb egyenlített, majd 20-20-as állás után egy 5-0-ás szériával kiegyenlítette a szettek állását. A lélektani előny ugyan a hazaiaknál volt, mégis a BRS-e kezdett jobban, amely gyorsan több pontos előnyt épített ki magának. A Békés Csaba 11-7-re is vezetett, a Kaposvár viszont egy utolsó nagy rohammal 13-nál egyenlíteni tudott. Innen már csak BRS-e pontok jöttek, Van der Weide ütésével meccslabdához jutottak a vendégek, majd Zsitkova zárta le a mérkőzést és ezzel a párharcot is. A Békés Csaba 3-2-re nyerte a találkozót és összesítettben 3-1-jel bejutott a bajnoki döntőbe. Örültünk, hogy egy teljes csapatot ki tudtunk tenni a pályára. Az első szedben nem nagyon bíztunk a sikerben, illetve magunkban, utána viszont remekül talpra álltunk, és nem csak taktikailag, technikailag, hanem szívből és lélekből is jelesre vizsgáztunk a mai este folyamán. Azt gondolom, hogy megérdemelten jutottunk a 4 mérkőzés alapján a döntőbe. Sok sikert szeretnék kívánni a Kaposvárnak a továbbiakban. A Kaposvár április 6-án kezdi meg a Vasas Óbuda elleni párharcot a bajnoki bronzéremért. Itt is volt egy lehetőségünk ugyanúgy, mint a második meccsben, és
sajnos mindig valahogy nem sikerült. Persze nekünk ezt át kell a stábomnak, nekem még a stábomnak, meg a csapatomnak ezt először egyet pihenni, és úgy józan és hideg fejjel ezt átbeszélni, belenézni a számokba, belenézni az egészbe. A Békés Csaba sikerével 2018 után ismét a bajnoki döntőben szerepel. A BRS ellenfele a fináléban a kupagyőztes Fatum Nyíregyháza lesz. A párharca tervek szerint jövő héten kezdődik a szabolcsi csapat otthonában. Két szezont követően tér vissza a Békés Csabai előre NKS-e csapatához Kis Valfis Mercedes 2021 nyarától, jelentette be kedden este a Csabai Klub. A 27 esztendős balátlövő 2012 tavaszán mutatkozott be az előre felnőtt csapatában, majd 2017-től csapatkapitánya volt a Viharsarki együttesnek. 2019-ben a Fehérvár gárdájához szerződött, ahonnan egy év után tavaly nyáron kölcsönadták az Érd együttesének. A játékos idén 13 bajnoki mérkőzésen 86 gólt szerzett. Kis Valfis Mercedes elmondta, hogy döntésében nagy szerepet játszott kötődése a városhoz, valamint családja, amelynek tagjai Békés Csabán élnek. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!